Köszöntöm a kedves megjelenteket itt a Magyar Szigeten. Vékony Csongor vagyok, a Mi Hazánk ifjainak volt elnöke, jelenleg a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnöke. A könyvem címe a Nemi Identitás Válsága. Ebből szeretnék most egy rövid könyvbemutatót tartani nektek, önöknek. Korábban Budapesten és már pár helyszínen tartottam könyvbemutatókat. A YouTube csatornámon ezek megtekinthetők, így ott egy részletesebb leírást kaphattuk arról, hogy mit is tartalmaz ez a könyv. Most azonban kezdjünk is neki ennek a rövidebb könyvbemutatónak, hogy betekintést nyerhessetek a nemi identitás válságának történetébe. Gyakorlatilag, mint azt mindnyájan jól tudjuk, itt Európában az identitás pusztítás az elmúlt évszázadokban folyamatosan zajlott, így az európai ember pusztulása is. Kezdetben a vallási, majd a nemzeti, és végül a nemi identitás pusztításáról beszélhetünk. Ennek nyilván egy olyan politikai folyamata volt, ami nem véletlenek egybeesése, és ahogy most hallhatjuk a baloldalról, amikor például a Budapest Pride-ot szemlélünk, hogy csak azért, mert buzik, csak azért megyünk ellentüntetni, itt nem erről van szó. Itt egy nagyon komoly politikai nyomásgyakorlás következtében szereznek maguknak egyre több jogot, és gyakorlatilag az abnormalitást tették már normálissá, és a normálisra mondják azt, hogy abnormalitás. Könyvemet 5 fejezetre osztottam fel. Az első fejezet címe a liberalizmus minden baj forrása, majd a házasság fogalmának kiforgatásáról, a feminizmusról, mint a női nem meggyalázásáról, homoszexualitásról, mint hogy régen titkolt másság volt, s ma büszke deviancia, és az életlenes 21. századról szól ez a könyv. 5 téma mentén próbálom tehát bemutatni röviden ezt a folyamatot, ami az elmúlt évszázadokban zajlott, és nem véletlen, hogy a liberalizmussal és a felvilágosodással, gyakorlatilag az elvilágiasodással kezdem a könyvet, hiszen ott bontották meg azt az értékrendet, ami korábban keresztény Európánkban tulajdonképpen azt a normalitást jelentette, amit ma is normalitásként értelmezünk. A könyv megírására elmúlt 3-4 évem ment rá, ugyanis több mint 100 könyv elolvasását követően, több mint 500 lábjegyzetet tartalmaz ez a szakmailag megalapozott, mégis a mi rétegünkhöz szóhasználatban közel álló mű. Nagy örömömre szolgál, hogy a szövetséges szervezetek vezetőinek is elnyerte tetszését, így Kirit Jánzsolt, mint Betyársereg vezetője, vagy egy Ince Béla, mint Légió Hungária vezetője is elismerően beszélt könyvemről, ezért rendkívül hálás vagyok nekik. Ez a 3-4 év kutató munkája eredményezte tehát ezt a könyvet. 2018-ban, amikor a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, a szakdolgozatom címének a Gender ideológia hatása a keresztény családra címet választottam. Nem volt könnyű dolgom, hiszen egy ellenszélben kellett ezt a szakdolgozatot is megírjam, de már akkor láttam, hogy a szakdolgozatban nem lehet kimeríteni egy ilyen témát. Ezt a könyvet megírhattam volna 500-600 oldalasra is. Próbáltam összefoglaló műként és 150 oldalban a lényegre törően bemutatni, tehát, hogy hogyan is zajlott ez a folyamat le az elmúlt évek folyamán. Tehát aki majd a kezébe veszi ezt a könyvet, egy jó bevezető könyvet fog majd a kezében, ami után a forrásokra tekintve továbbfejlesztheti tudását, elmélyülhet a tartalomban, hogy jobban megértse, hogyan jutottunk tehát el napjainkig. Az 1789-es francia forradalomban ásták meg, úgy gondolom, Európa sírját, hiszen ott, amikor már arról értekeztek filozófusok, hogy mennyiben lehet a kereszténységet, Istent elfogadni, megkérdőjelezni, gyakorlatilag egy istentelen világ alapjait fektették le, és innen már egyenes útja volt annak, hogy eljussunk odáig, hogy amennyiben nincs Isten, úgy az ember kerüljön Isten helyébe, és bármit megtehessen az ember, bármilyen
gondolatát érvényesíthesse. A házasságnak, mint azt jól tudjuk a keresztény értelemben, egy férfi és egy nő Isten előtt kötött szövetségéről beszélhetünk, ami egy életre szóló szövetség. Ezt polgári házasság fogalmával kiforgatták, és tulajdonképpen egy szerződéssé módosították, mely bármikor felbontható. De beszélhetünk már amolyan meleg házasságról is, aminek a házassághoz már semmi köze. Már a 20. század elején több olyan házassági fogalom megjelent, mely teljesen ellentétes az eredeti és egyetlen elfogadható házassági fogalommal. Tehát megkezdődött a fogalmaknak a kiforgatása, módosítása, új fogalmaknak a bevezetése. Ez volt az egyik olyan eszköze a kulturális marxistáknak, és így a frankfurti iskolának, ami elvezetett odáig, hogy az egyetemi szférába betörtek, és a fiatalok gondolatait egy az egyben megváltoztatták. Tehát a kulturális marxizmus egy olyan témakör, amit nem nagyon szoktunk érinteni, pedig rendkívül fontos a téma megértéséhez. Ugye a hitleri németországi események előtt tevékenykedett ez a társaság, marxista alapokon működtek, és egy szocialista intézményt hoztak létre. Szociológia ágában munkálkodtak, különböző könyveket jelentettek meg, mely mind az ő értékrendjüket képviselte. És ahogy az egyetemekbe betörtek, és könyvtárakat hoztak létre ilyen irodalmakkal, egyébként Magyarországon pont ilyen személy volt Szabó Ervin, akinek a fővárosban még most is a fővárosi könyvtár viseli a nevét, és szeretnénk, hogy ez másképp legyen a jövőben. Ezek a személyek nagyban hozzájárultak ahhoz tehát, hogy bekerüljenek azok a tartalmak az egyetemekre, melyek a fiatalok gondolatait megváltoztatják. Az egyik fő taktikájuk pedig, ahogy említettem, a fogalmaknak a kiforgatásán alapult. Elindult egy folyamat, és a feminizmusról, mint a harmadik fejezet könyvemben mindenképp említést kell tennünk, hiszen míg az első hullámban, vagy nulladik hullámban, ki hogyan ítéli meg, valóban megérdemelt jogokról beszélhetünk, azért egy újfajta gondolkodás uralkodott el a nők tekintetében, és a kiérdemelt jogokat sajnálatos módon egyre többen inkább az élvezetek hajszolására fordították, és hogy anyagi módon sikerült függetlenedniük, már sokan úgy érezték, hogy a férfitól és a családtól is függetlenedni szükséges. Itt kezdődött el tehát az a káros folyamat, melynek ma is szemtanúi lehetünk, amikor 40-50 éves nők, hogy el is érnek az életben sok mindent, anyagilag jól élnek, de családban és gyermekben nem gondolkodnak, ez tehát már itt a 20. század elején megmutatkozott. Ezeket a megérdemelt jogokat azonban fontos elmondani, hogy teljesen más módon sikerült kiharcolniuk Nyugat-Európában és itt Magyarországon. Tehát Nyugat-Európában egy rendkívül agresszív folyamat következtében sikerült ezeket megszerezniük. Az elmúlt évek George Floyd-féle lázadásaihoz hasonló stílusban tettek tanúbizonyságot az ő kulturálatlanságukról, tehát ezzel szemben Magyarországon a feminizmusról, ha beszélhetünk a 20. század elején, fontos hangsúlyozni, hogy itt ugye volt egy világháború. Világháborúban férfiak elmentek harcolni, rendkívül sokan életüket vesztették. A demográfiai adatokat, ha megnézzük, akkor sokkal több nő élt Magyarországon és környező országokban is, mint férfi a háború után. A korábbi rendszerben nyilván, hogyha egy nő nem házasodott, akkor gyakorlatilag nem sok lehetősége maradt, hogy életben maradjon, hiszen meg voltak fosztva a tanulás lehetőségétől, a munka lehetőségétől, így vagy utcalánynak kellett állniuk, vagy éhen haltak. Tehát Magyarországon a feminizmus első hulláma az a keresztény irányzatból eredeztethető, hiszen ha nem adták volna meg ezeket a megérdemelt jogokat a nőknek, akkor itt a nők sorban álltak volna utcalánynak, vagy haltak volna ki, és ezzel akadályozták volna Magyarország újjáépítését. Arról nem beszélve, hogy tudjuk nagyon jól,
a háborúban folytatott férfiak harca a közepette, otthon a nők dolgoztak és tartották fenn az országot, tehát tapasztalatukat is már megszerezték az időben. Tehát amikor a feminizmusról beszélünk, mint negatív tényezőről, fontos előtte ezeket tisztázni, hogy vannak bizonyos megérdemelt jogok, amikkel szemben nem szólhatunk semmit. Viszont a második hullámban már voltak bizonyos dolgok, amik egy olyan folyamatot alapoztak meg, melyről csak negatív tekintetben beszélhetünk. Tehát a második hullámban jelent meg a gender fogalma. A második hullám közepette, ugye ez már az 1950-es, 60-as évekre tehető, kezdett el terjedni a fogamzásgátló használata, az óvszer használata, és mindez abból a célból, egy közgazdász dolgozta ki ezt az elméletet, hogy mivel a föld népessége gyarapszik, így egy idő után nem lesz képes a föld fenntartani a rajta élő embereket, így meg kell akadályozni a születésszám növekedését. Erre hivatkozva gondolták ki a feministák, hogy bevezetik ezeket a fogamzásgátló eszközöket, különböző orvosokkal egyeztetve. De van egy nagy hiba ebben az elméletben. Tehát attól, mert az európai és nyugati államokban, Amerikában bevezették a fogamzásgátló eszközöket, attól még a fekete Afrikában és Ázsiában ugyanúgy szaporodott a népesség, tehát nem lett megakadályozva a föld népességének növekedése. Ez inkább egy olyan szakvélemény volt, ez a gazdaságilag megalakozott vélemény, amire tudtak hivatkozni érvként, hogy miért is szükséges a férfiaktól és a családtól való függetlenedés. Szintén itt a második hullám közepette, tehát ez már 1960-as, 70-es, 80-as évek, amiről beszélhetünk, megjelent egyre inkább a homoszexuálisoknak a jogainak az érvényesítése, és így a nőkön belül a leszbiknek egy forradalma. Itt egy platform alatt harcolt a női leszbikus társaságoknak köre a feministákkal. Ez egy ilyen időszak volt, de már ekkor megmutatkozott az egyet nem értés közöttük, hiszen rendkívül sok olyan kérdéskör volt, melyben nem értettek egyet, nem volt meg közöttük az egység. És amikor erre az egészre rájött még a 80-as, 90-es években a harmadik hullám által a queer fogalma, akkor egyenesen olyan kijelentéseket tettek, hogy amennyiben valamelyikőjükre meghallja az egyik nagy feminista provokátor, hogy a queer kifejezést alkalmazzák, akkor ő azt a kijelentést tette, hogy legszívesebben elővenne egy kalasnyikovot, és ott helyben kivégezni ezeket az embereket. Tehát nem tudtak megegyezni, egymást sértegették, és ebből a káoszból született később meg az a queer elmélet, és az a rengeteg ide tartozó nemi identitás és orientáció, melynek számát már nem is tudjuk napjainkban, és tulajdonképpen ők mindegyikre kitalálnak valamilyen fogalmat, de én úgy gondolom, hogy ezt nem kell nekünk számon tartani, hiszen egy azon devianciához tartoznak, egy kalap alá vehetjük nyugodtan mindet. A negyedik hullámban pedig már a nemi erőszak ellen hirdettek forradalmat, de láthattuk, hogy a nemi erőszak ellen hirdetett forradalom az inkább a közszereplők meghurcolására irányult a végén, és kreált bírósági tárgyalások következtében igyekeztek minél nagyobb összegeket kizsarolni személyektől a feminista aktivistáknak a többsége. Félreértés ne essék, a nemi erőszak ellen a legkeményebb módon fel kell lépni, tehát nemi erőszakot, pedofiliát jó magam, hogyha jelenlegi törvényeink engednék, egyértelműen halállal büntetnék, viszont tudni kell, hogy itt a feministák a nemi erőszak ellen folytatott harcukban nem ebből a szempontból közelítették meg a témát. A feminizmus, a házasság kiforgatása, a homoszexuális jogoknak a terjedés, tehát ismétlem magamat, visszanyúlnak az 1789-es francia forradalomhoz,
és a 19. században már több olyan ideológus gondolkodó felszólalt a témák mentén, mely alapot adott a frankfurti iskolának és a 20. századi gondolkodóknak mindezt továbbfejleszteni. A propagandának, amit pedig napjainkban megélünk, több szintere is van. Nyilván ezt is alaposan kidolgozták azok a többségében szociológusok, pszichológusok, jogászok, akik szolgálják az LMBTQ propagandát. Itt láthatjuk a média erejét, minthogy megjelenik a fiatalok körében, meseformájában az abnormalitás népszerűsítése, ez mesekönyvekben és televíziós sorozatokban egyaránt. Ugyanígy fontos megfigyelni azt, hogy a terjedő Nyugat-Európában terjedő szivárvány zebrák, amiket felfestenek az úttestekre, általában iskolák közelében történik, tehát ezzel is a fiatalokat szoktatják a szivárvány színhez, mint egy barátságos formulához, és ezt követően már ha mennek előadást tartani mind az óvodákba, mert hogy már ott megkezdődik ez az érzékenyítés, amit így hívnak, majd iskolákba, akkor már egy alapismerettséggel rendelkezni fognak ezek a fiatalok arról, hogy itt egy baráti társaság jött beszélgetni arról, hogy mindenki vonzódhat mindenkihez. Tehát most itt tartunk Nyugat-Európában, Magyarországon kezdeti jelei már mutatkoznak azért ennek a folyamatnak, de még nem vagyunk elkésve azzal, hogy mindezt megállítsuk. Nincs könnyű dolgunk, mert jelenlegi Európai Unió rendszerében is olyan törvényeket hoznak az Európai Parlamentbe, mely milliókat vagy akár milliárdokat áldoz a gender téma kutatására és az érzékenyítő előadások támogatására. Ezt most is így teszik, háborús helyzet alatt is, vírusos helyzet alatt is, tehát egyszerű a képlet, itt egy életellenes támadásban folyamatba az európai civilizációval szemben, és ezzel szemben kell helytállnunk, ahogy csak lehetséges. Hivatkoznak mindig politikai korrektségre és toleranciára, mint fő fogalmakra. Nagyon egyszerű ezzel szemben is intoleránsnak és politikailag inkorrektnek kell lennünk. Tehát nem szabad felvennünk és alkalmazkodnunk az ő játékszabályaikhoz, nincs abban semmi, hogyha ezzel szembe megyünk. Ahogy az előző előadáson is tökéletes példával érzékeltették, hogyha felteszik azt a kérdést a cigánybűnözéssel kapcsolatban, hogy miért van cigánybűnözés, miért tesszük mindig oda a cigányt, akkor nem kell kifogásokat keresni, hanem bele kell állni, hogy igen, van cigánybűnözés, és mi a problémád azzal, hogy nekünk ez a véleményünk. Tehát ide kell egy szilárd elkötelezettség és határozottság minden olyan megosztó kérdés mellé, mely hogyha egy politikai párt számára kérdéses is lehet, hogy mennyire vállalja be, mert a támogatottságot nem feltétlenül fedi le az a társaság, társadalomnak az a rétege, mely ezzel szembe áll, akkor is nekünk ezt erkölcsi kötelességünk folytatni. Nagyon sok dologról beszélhetnék még a könyvvel kapcsolatban, hiszen ahogy az előadás elején elhangzott, ez egy részletes szakmai anyagot tartalmazó könyv. Én most mindebben nem szeretnék az előadás keretén belül részletesen belemenni. Megköszönöm a figyelmet, és további jó szórakozást kívánok a nap folyamán mindenkinek.